Annyiregyházi Művészeti Szakgimnázium növendékei muzsikálnak a Kállai Gyűjtemény legújabb időszaki kiállításának megnyitóján Nyíregyházán. A kiállítás az Út címet kapta, amely Gyetván Magdolna textilművész kárpitjain és festett kartonjain át enged betekintést a több évtizedes életműbe. A megnyitón a város részéről Halkóné dr. Rudolf Éva, házigazdaként pedig Dohanics László köszöntötte a vendégeket. A művészt barátnője, a Kölcsei TV műsorvezetője, Bocskai Magda mutatta be a nagyérdeműnek, ezúttal nem portréfilmben, hanem személyesen. Végigkövettem tulajdonképpen magának a kiállítás elkészülésének a folyamatát, illetve hát mivel a televízióval készítettünk egy portréfilmet, beleláttam abba a küzdelmes munkába, és annyira közel kerültünk valóban egymáshoz, hogy életünk mindenre zenését tudjuk már, tehát az embert szerettem volna megmutatni. Gyetván Magdolna több mint 40 éve él és alkot Nyíregyházán, számos kiállítása volt már. Ennek ellenére úgy érzi, a textilművészet sokak számára ismeretlen és munkaigényessége miatt kevéssé népszerű műfaj. Ennek a készítési ideje rendkívül hosszú. Tehát egy képnek a készítési ideje az egy év, vagy annál is több időnként. Ezért igazából én nem szoktam túlzottan gyakran kiállítást rendezni, hát most a legutóbbi is pár évvel ezelőtt volt csak. Nem, egyrészt azért, mert szeretnék mindig egy kicsit újat mutatni, de amikor bemutatom a munkáimat, akkor viszont szeretném a mögöttes dolgokat is láttatni a közönséggel. Az egyes alkotások alatt a művész különböző idézeteket helyezett el, amelyekkel az volt a szándéka, hogy kinyissa a nézők asszociációs mezejét. Hozzátette, sokan összetévesztik a házi goblen hímzést a fali kárpit szövésével, noha ez utóbbi egészen más technikát és speciális szövőszéket igényel. Ennek az alapja egy festett kép, ami tulajdonképpen olyan, mint egy festmény, ha itt a tárlaton körülnéz, akkor nyilván látható, és ez szövéssel készül, tehát a keretre, vagy a festőállványra, vagy a goblen szövőszékre függőlegesen felfeszített szálak vannak, amit tulajdonképpen a színes szálakkal kereszt irányba szövünk, tehát ez teljesen más. Nekem a mesterem Bakai Erzsébet textilművész volt, ő akkor az Iparművészeti Főiskola egyetemi tanára volt. Én tulajdonképpen az ő tanítványa vagyok, és tőle tanultam meg igazából, amit én a kárpitról tudok. Egyrészt a technikákat, és kérdezte, hogy mi a legnagyobb elismerés. Én ugye nem csak kárpitot szőttem, hanem korábban, néhány évvel ezelőtt, én még szőnyegeket is, tehát mindenféle textil, a textil minden műfaját kipróbáltam, tehát szőttem keleti szőnyeget, szőttem csomózott szőnyeget, sok mindent. Gyetván Magdolna az Út című kiállítása november 3-áig várja az érdeklődőket Nyíregyházán a Kállai gyűjteményben.